A mai részben egy olyan problémával fogunk foglalkozni, ami a fiatalok nagy részét érinti, miszerint a gyerekkori legjobb barátok ma már nem is beszélnek egymással. Neked van ilyen személyes tapasztalatod? Hát igen, volt egy lány, akivel régebben nagyon-nagyon jóba voltunk, de most manapság már egymás mellett elmegyünk a folyosón, úgyhogy nem is köszönünk egymásnak. És kifejtenéd ezt, hogy történt? Hát most lesz lassan 3 éve, hogy összevesztünk. A születésnapomon történt, és ő részegen jött el, és sajnos belőle, szóval hát először volt részeg, és az alkohol nagyon agresszívá tette, tört, zúzott, mindenkivel belekötött, és az fénypontja pedig az volt, amikor összetörte a szüleim porcelángyűjteményét, mivel ők elég nagy gyűjtők, és elég sok értékes darabjuk volt, és ez nagyon hát rosszul esett, hogy ő így viselkedik. És hogy reagáltak erre a szüleid? Hát a szüleim nagyon megharagudtak, annyira, hogy fél évig innen mehettem senkihez, és hozzám se jöhetett senki. Hát én nagyon mélyen csalódtam benne, mert utólag ezt még viccesnek is találta, és bocsánatot se kért, mert hát a legjobb barátnőmtől ilyet azért nem vártam. És azt szerinted, hogy lehetett volna másképp? Hát biztos lehetett volna másképp, úgy szerintem, hogy először is józanul jelenik meg, vagy ha mégis iszik, akkor legalább kontrollálja magát. Hát így szerintem azért elkerülhettük volna ezt az incidenst. És látsz bármi esélyt a kibékülésre? Hát így, hogy láttam, hogy igazából milyen, és hogy még egy kis büntetés sem gyötörte, hát elég kevés esélyt látok rá. De szerintem, ha képes lenne a változásra, akkor én is adnék neki még egy esélyt. Köszönöm.